Mizók! Én Kiki vagyok, és ma egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mit rejt, úgyhogy nézzük is meg. Így mind levesszük a tetejét. De jó! Színes szalagok vannak benne, mint szilveszterkor. Akkor szoktuk ilyennel díszíteni a házat. Aszta! Ez egy iskolatáska! Milyen jól néz ki! Ezek a virágok rajta nagyon szép mintája van. De jó! Hű! Pulsz! Na nézzük meg ezeket a kis papírkákat! Vízlepergető! De jó! PVC-mentes! Hűha! Így mind le is vágjuk őket óvatosan. Szuper! Na, nézzük is meg közelebbről. Látjátok, itt van egy zseb. Ide tudom majd tenni a kulacsomat. Hű, milyen jó szivacsos a hátulja. Így majd kényelmes lesz a hátamnak, amikor hazafele jövök az iskolából. Hű, olyan szép színe van. Látjátok, milyen rózsaszín cívzárja van? Két akasztója van. A kisebbel fel tudjuk akasztani a szekrényre, a nagyobbat pedig meg tudjuk fogni. Olyan szépek ezek a virágok rajta. Ez a minta annyira tetszik. Így mi le is tettük az asztalra. Na, cipzározzuk is ki. Először a külső zsebet. Hűha! Van benne valami. Na, nézzük is meg, hogy mi az. Aszta! Itt egy kulcstartó. De jó, erre majd rá tudom akasztani a szekrény kulcsomat, és így biztos nem vesztem el. Na most nézzük a nagyobbik zsebet. Hűha! Nézzétek, mennyi minden! Égni. Na nézzük is meg, mi van benne. De jó! Ez egy kulacs. Moped piknik. Könnyű kinyitni, nem folyik ki a víz, és könnyű tisztítani, mert a teteje és az alja is kivehető. Leszedtük a papírt, szuper! De jó, van rajta egy fogó. Aszta! Hoppá, látjátok? Ha megnyomjuk a gombot, akkor lepattan a teteje. Hű, de jó! Ha ezt lenyomjuk, csak akkor tudunk inni belőle, így nem folyik ki a víz. Hú, pow, bang, de jó. Nagyon jó írások vannak rajta. Pow, boom. Ez nagyon menő. Így mi lecsavarjuk az alját. Vegyük ki belőle ezt. Ez egy használati utasítás. Tényleg tök egyszerű lehet tisztítani. Na, ezt tegyük is félre. Szuper. Na nézzük, mi van még itt. De jó! Egy tolltartó! Ráadásul ugyanolyan mintája van, mint a táskának. Ez nagyon jó. Hű! Erre is rá van írva, hogy PVC-mentes. Idni, ezt is levágjuk. Szuper! Na, annyira tetszik! Ide majd könnyen elférnek a ceruzák, a tollak, a radír, és minden más is. Na de nézzük meg, mi van még itt. De jó! Milyen szép füzet. Milyen jó gyümölcsök vannak rajta. Banán, kiwi. Hashtag cool. Hát ez tényleg nagyon cool. Görögdínye. Azt nagyon szeretem. Ez egy jó kis csíkos füzet. Na nézzük, mi van még itt. Még egy füzet! Hű, milyen jól néz ki! Let's go to the beach! Ez Csocsónak biztos nagyon tetszene, hiszen ez T-rexes. Ez is vonalas, olyan, mint egy énekfüzet lenne. Hú, egy rózsaszín uzsonnás doboz! És mennyire menő ez a zár rajta! Azt a mindenit! Türkiszkék, lila és rózsaszín.
Nagyon jól passzolnak a színek egymáshoz. Forgatva kell kinyitni, és többre keszes. És ez is Muppet Piknik. Látjátok, mutatja, hogy melyik irányba kell forgatnunk. Szuper! Hát ez nagyon egyszerű volt. Hű, de jó! Mennyire kesz van benne. Így majd nem fog összecsúszni a sokféle kaja az uzsonnás dobozomban. Hű, milyen jó! Ide teltek majd valami tésztát, a másikra kezdve esetleg egy almát, vagy egy kis csokit. Na, majd meglátjuk. Ez Csocsónak is biztos nagyon tetszene. Imád enni. Így vissza is zártuk. Na, nézzük még mi lapul a táskánk alján. De jó, egy olló. Hú, milyen menő ez az olló. A nyele ilyen gumírozott, ezért nem nyomja meg az ujjamat vágás közben. Ez nagyon tetszik. Na nézzük csak, mi van még itt. Azta! Színes ceruzák. Milyen szép színe van mindegyiknek. És ilyen háromszög alakúak. 2 éves kortól. Hű, de jó. Úgy is imádok színezni. Úgyhogy ez jól fog jönni nekem. Wow! Ezek filctollak. 12 fajta. Milyen érdekes alakja van. Tisztára, mintha egy medúza lenne. Ez azért is jó, mert így nem fogom elveszíteni a kupakokat. Csak vissza kell nyomni az állványba, és így olyan lesz, mint egy nagy süni. Na nézzük csak. Hú, de menő! Ezek sírkréták. 18 féle szín. Az már tényleg egy igazi szívárvány. Hát ez elég jó. Wow! Mennyire menő ez a ceruza készlet. Állatminták vannak rajta. De jó. 18 féle. Jobbnál jobb minták vannak benne. Annyira szépek. Ezzel majd játszani is tudunk. Ki kell találni, hogy melyik állatmintája van a ceruzán. Ez nagyon tetszik. Na nézzük csak. Hű! Ez egy sírkréta. Azt a mindenit. De jó színei vannak. És képzeljétek, ha a színezés után vízes esettel átkenjük, még festeni is tudunk vele egy kicsit. Hű, ez nagyon-nagyon tetszik. Na, nézzük csak, ez mi. Egy vonalzó. Azta! Be lehet hajlítani. Ez nagyon jó. Itt biztosan nem fogom eltörni, mint ahogy a többi vonalzómat. Ez pedig egy hegyező. És milyen édes. Olyan, mintha egy béka lenne. Azta, hogyha már eléggé ki van hegyezve a ceruza, akkor felugrik a szeme. Ez nagyon jó. Hű, ez egy radír és egy hegyező egyben. És még kaptunk pluszba is egy radírt. Hát ez nagyon tetszik. És milyen édes kis formája van. És végül pedig... 3 radír. De jó, milyen szépek. Rózsaszín csillagos ég. Ez aztán kozmikus. Látjátok? Le is van írva, hogy kozmik. Szerintem most már nincsen más. Milyen jó ez a seb. Ide bele lehet majd tenni kisebb dolgokat. Hú, még itt is van valami. Ez egy élénk lila színű ragasztó. Látjátok? Ide van írva, hogy kaméleon. Mivel ez a ragasztó is olyan, mint egy kaméleon. Először lila, így látjuk, hogy hova vittük fel a ragasztót. Aztán pedig átváltozik átlátszóvá. Itt pedig egy hegyező látható. Na, szerintem nincs is több dolog. Úgyhogy be is csukjuk. Szuper. Így mi? Hűha, mennyi minden van itt. Na, pakoljuk is egy kicsit félre. Így mi elrendezzük őket. Így, hogy ne egymás hegyén hátán legyenek. Szuper, oda is jön valami. Középre hagyunk egy kicsi helyet. Most pedig Csocsónak fogunk rajzolni valamit a füzetbe. Na, úgyhogy
hogy vegyük is elő a színes ceruzákat. Inni kiöntjük. Hű, milyen szép mintájuk van. Annyira jó. Nagyon menén néznek ki. Na, inni el is kezdjük. Először a rózsaszínnal. Ez vajon milyen állat lehet? Szerintem valami tengeri korall. Na, el is kezdünk rajzolni. Rajzolunk neki egy igazi kicsomi szívecskét. Tele szivárvánnyal és minden jóval. Amúgy Mimi, amiről beszéltünk ebben a túrán, tudod? Azzal a fiúval kapcsolatban. Képzeld, jól alakul. Aha, szóval ez volt az a csocsós kutyasétáltatás a múltkor. Jaj, Mimi, hajkan, még meghallja. Amúgy, ha már ilyen titokzatos vagy, elmondhatnánk a kicsomizóknak a kicsomi titkokat, nem? Még ne, de már nem sokára igen. Na, ez a zöld is most már készen van. Így mi most elővesszük a pirosat. Hű, ennek olyan a mintája, mintha valami piros kígyó lenne. Vagy egy hatalmas vörös sárkány. Legalábbis ilyen pikkelyek vannak rajta. Elég benőn néz ki. Ez a sárga is nagyon tetszik. Ez a sárga pedig szerintem olyan, mint egy kolibri mintája. Nagyon jól néz ki. Hű, látjátok milyen szép? Hú, ezek ilyen pávatollak. De jó. Annyira szépek a pávák. Egyik kedvenc állatom. És ez pedig milyen szép lila. Mintha valami unikorn is lenne. Annyira menő. Na. Készen is van a szívecském. Hű, nagyon tetszik. Olyan szép színes. De még írok valamit ide azért alulra. El is pakoljuk a ceruzákat, mert ezt filc tollal fogom írni. Így mi, óvatosan. Kész is. Vegyük elő a filc tollat. Na, kinyitjuk. Szuper. Hű, de jó ez az állvány. Elég menő. Azta, mintha egy színes süni lenne. Egy igazi kicsomi szivárvány süni. Na, elő is vettük a sötét kéket, és most ezzel fogok írni neki. Szia! Csó! Csó! Szia, csocsó! Szupi! Egy felkiáltó jel, és aláhúzzuk. Ídni. Hát ez nagyon menő lett. Na, látjátok? Így csak visszateszk az állványba, és kész is van. Nem kell keresgetni, hogy hová tettem a kupakod. Remélem tetszeni fog csocsónak. Na, be is csukjuk. Na, nézzük csak meg ezt a radírt is. De jó. Olyan jó, hogy kaptunk pluszba egy radírt még. Így lesz tartalék, ha kell. Itt a hegyező része. A másik oldal pedig a radír. De jó. És pörgetni is tudjuk. Olyan, mintha forogna a haja. Ez nagyon vicces. Szuper. Ezt is beletesszük a toltartónkba. Na, csukjuk is vissza, nehogy kiessen belőle valami. Oké. Nézzük is meg a vonalzót. Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés hajlítgatni. Hű, és milyen jó színátmenetes. Annyira szép. És tényleg nem törik el. Ez annyira tetszik. Csűröm, csavarom, és megsereped. Hű, milyen jó. Hát ezt még órákig tudnám hajlítgatni. Olyan vicces. Nyugtató hatása is van. Na, ezt is beletesszük a toltartónkba, és ezt is visszazárjuk. Na, most már teljes a szett. Annyira szuperek ezek a mapedes cuccok. Már alig várom, hogy élesben is használjam őket a suliban. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg Instán, hogy ti hogyan készültök a sulira. Sziasztok! Kicsomi csoda! Kicsomi csoda? Kommenteljetek Instán a kicsomi csodába!